kiemelt programok közé tartozott a Kultúrházak Éjjel-Nappal című rendezvényen Dombóváron, hogy megemlékeztek Nyers Sándorné Juhász Magdolnáról, aki fontos része volt a város életének. Az ő emlékére állítottak emléktáblát a Dombóvári Művelődési Házban. Juhász Magdolna haláláig az intézmény igazgatói posztját töltötte be. Emlékezést tartottunk itt az előtérben. Nem véletlen a helyszín, hiszen egy olyan személyre emlékezünk, aki ebben az előtérben nagyon sokat megfordult. Gyakorlatilag itt élte az életét a családja mellett. Nyers Sándorné, Juhász Magdolnáról beszélek, aki 44 éves korában nagyon fiatalon távozott közülünk. Ennek is immár 31 éve. Magdi néni az idén lenne 75 éves, ezért találtuk most gyakorlatilag ezt, úgy gondoltuk, hogy ez az időpont lenne arra alkalmas, hogy méltó emléket állítsunk neki. Az idősek is nagyon jó csapatépítő foglalkozásokon vettek részt, és mutatták be, mivel töltik szabad idejüket. Október 15-e lesz 10 éve, amikor megindította a volt polgármester, azzal a céllal, hogy az élteskorúak valahol összejöjjenek, hogy ne otthon üdögéljünk 70 pluszosok, hanem találjunk magunknak egy kis helységet. És akkor mi meg szeretünk barkácsolni, és ilyen munkákat végzünk a találkozások alatt. A quillingezünk, gyöngyözünk, mit tudom én, varros, ott is hát ugye látszanak azok, amiket úgy varrunk géppel, ilyen edénytárolókat, vagy edényeket takarunk le vele. Saját szórakozásunkra csináljuk, meg arra, hogy együtt lehessünk egymással. A fiataloknak pedig, illetve azoknak, akik szerettek volna megismerkedni a darts sporttal, lehetőségük volt kipróbálni ezt a fajta kikapcsolódást. Gyerej Attila ismertette az elért eredményeket. Polgármester segítségével megkaptuk a művelődési háznak az egyik termét, és hát azóta 30 főre bővült már a kis 10 fős társaságunk, országos versenyekre járunk, vannak már országos dobogós eredményeink. A Dombóvári Kultúrházak éjjel-nappal részletesebb programsorozat bemutatóját a Dombóvári magazinunkban tekinthetik meg.